Nagy sikernek könyvelték el az MB2 négyes döntőjében elért ezüstérmet a Nyiksénél júniusban. A második hely ugyanakkor azt jelentette, hogy a csapat nem kerül fel magasabb osztályba. A nyár későbbi szakaszában aztán kiderült, egy visszalépésnek köszönhetően mégis az MB1B zöld csoportjában kezdhetnek a nyíregyházi kosarasok. A csapat gerince megmaradt az új szezonra, amely első 5 mérkőzését elbukta. A Bonyhád elleni hazai mérkőzésen azonban végre sikerült megszerezni az első győzelmet. Azt tudomásul kell venni, hogy ez az osztályváltás minden sportágban azért egy olyan lépcsőfok, aminek meg kell felelni, és addigi kivívott győzelmek, amit egy bizonyos szinten, egy bizonyos játékkal el tudtunk érni, az látszik, hogy most kevés. Ezekkel az edzésekkel, és talán mondhatom, hogy az első 5 mérkőzéssel olyan szintre kerültünk, ahol megtapasztalta játékos edző azt, hogy mit és hogyan kell csinálni azért, hogy sikerrel tudjuk venni az akadályt. Elsősorban azt az energiát, amit láttunk, hogy az ellenfelek hogyan működtetnek, azt a fajta technikai felkészültséget, magabiztonságot, amit ez az osztály igényel, azt nekünk fel kell vennünk és alkalmazkodnunk kell. Nagy örömünkre erre a mérkőzésre sikerült, és a második félidő teljesítmény alapján ez meggyőző játékot mutatott, és bízunk benne, hogy ezt tovább tudjuk vinni. A tabella 12. helyén álló Nyiksa pénteken 18 órától újra hazai környezetben lép pályára. Ellenfel a 10. helyen álló székesfehérvári Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia lesz. A nyíregyháziak szeretnék megszerezni második győzelmüket. Az elmúlt időszak munkája alapján és az elmúlt mérkőzésen nyújtott teljesítmény alapján én azt gondolom, hogy jogos ez az elvárás, mert ez a csapat képes arra, hogy ezt az ellenfelet is megverje. Nem egy legyőzhetetlen csapat, tiszteljük az ellenfélnek az utánpótlás képzését, a Székesfehérvár kosárlabda múltját, de természetesen magunkban bízva és a csapatnak a teljesítményét figyelembe véve, még ha vannak sérülések és betegségek, is, de azt leküzdve természetesen a győzelemért küzdünk. A csapat szakmai stábja úgy látja, a csapat védekezése biztos alapot nyújt az idén további részére nézve. A csoportban maradáshoz pedig nagy segítségre lehetnek azok az új igazolások, akiknek köszönhetően már a támadó harmadban is kreatívabb és pontosabb volt a Nyiksa a legutóbbi bajnoki mérkőzésen.